A májusi meleg beköszöntével a termelők napi szedéssel folyamatosan friss eperrel látják el a kereskedőket. Megérkezett tehát a magyar eper a piacok és az árusok polcaira Pécsett és Baranya szerte. Mint mindig, most sem mindegy, hogy milyen minőségű a gyümölcs. Fontos, hogy mennyibe kerül, de talán még inkább az, hogy honnan származik. Vajzlóról van az eper, magyar. Nagyon finom, édes, jelenleg még nem szabad földön terem, fóliás, de tényleg le a kalappal nagyon finom. Vannak a kisebb szeműek, az most jelenleg 2500 forint kilója, és vannak azért ilyen hatalmas nagy szeműek, ennek 2007. A magyar eper sokkal ízletesebb, tehát finomabb, édesebb, de nagyon sokan például sütibe szokták vinni a görög eprát. Szóval, ha görög eper, akkor sütemény. Sokan sütnek otthon, és még többen járnak cukrászdába. Megkérdeztük egy belvárosi hely mestercukrászát, hogy ők milyen módon dolgozzák fel a magyar epret. Jelenleg még friss eperből nem dolgozunk, maximum díszítésnek használjuk, mert még elég magas az ára, és mivel ez még nem szabadföldi eper, hanem fóliás eper, ezért nincs is olyan édes, zamatos íze, úgyhogy egyelőre mi még azokkal az eperpürékkel, 100%-os eperpürékkel dolgozunk, amikkel egyébként a tél folyamán is. Ugye mi ezért tudjuk biztosítani télen is a friss gyümölcsös süteményeket, mert egy 100%-os gyümölcspürékkel dolgozunk. Ezek nagy része Franciaországból érkezik be hozzánk, ez a legprémiumabb minőség. Az a friss epret, azt majd így nagyjából május közepétől fogjuk így a süteményeinkbe belecsempészni. Legtöbbször francia epertortát szoktunk készíteni, megrendelésre nagyobb verzióban, pultba pedig ilyen kis monodesszertek formájában. Ugye fagyit szoktunk még készíteni belőle, szorbét, és hát igazándiból amihez így a kedvünk szottyan, úgyhogy itt nálunk egy ilyen nagyon változékony kínálat van, szezonálisan változik, attól függően, hogy most epermána, barack, áfonya, vagy éppen szeder szezon van, ez így az óriás makaronokban például így meg szokott jelenni ez a szezonálisság, de más süteményeinkben is. Az eper ára egyébként elég változó, még egy árusítóhely tekintetében is. A pécsi vásárcsarnokban a kisebb szemű eperért 2000, míg a nagyobb szeműért 2700 forintot is elkérnek. A görög eper ára lecsökkent, amint beért a magyar, és már nem is keresik annyira. A nagy főutak mentén állandó gyümölcsárusító helyeken is lehet epret kapni. A tapasztalatok eddig azt mutatták, hogy itt mindig drágább a termék, mint a piacokon vagy a vásárcsarnokban. Ez idén sincs másként, de nem akkora különbség, mint vártuk. Pécstől nem messze, a kővágószőlősi bekötőnél érdeklődtünk. Itt a hatos út mellett sokan állnak meg epret vásárolni, és hogyha igen, akkor megkérdezik-e, hogy honnan van? Változó. Napszaktól függően van forgalom. Lehet látni az úton is nagy a forgalom. Változó, hogy ki el, meg ki nem, milyen napszak van, vagy hogy van az embereknek pénze, vagy milyen áram van az eper. És igen, sokan kérdezik már most, hogy honnan származik az eper. Ez már a magyar eper Barcelonába érkezett. És ezt fóliasátorban, vagy földi szedésről? Ezek még fóliasátrasak. A szabad szedésére még sokat kell várni, az majd a május végé felé fog jönni, bár időjárás függő. Bent forgatunk a vásárcsarnokban, ott 1500 és 2500 forint között mozogott az eper ára. Mi az oka annak, hogy itt drágább? Ez tényleg attól függ, hogy honnan veszik, de érdemes figyelni, hogy az 1500 forint az dobozban van, és fél kiló van kiírva hozzá, vagy kilósár. Mert nagyon magasan van még az eper ár, hogy 1500 forintot adják. Még a termelők sem tudják annyiért adni. Összegezve tehát, tudatosan vásárolva bárki talál ízletes, illatos, piros magyar epret. Akár autóval hazafelé, akár a piacon, a kedvenc árusánál.